Rajzszerkesztés közben sokszor hasznos lenne, ha a rajzelemeket, vonalakat, köríveket meg tudnánk törni, ki tudnánk belőlük törni szakaszokat, darabokat. Persze ennek a fordítottja is sokszor szükséges, hogy újra tudjuk egyesíteni a már földarabolt, megtört rajzelemeket. Ezért most a megtörés és az egyesítés utasítást fogjuk áttekinteni. Hozzunk létre egyenest. Ez az a rajzelem, amin általában a szerkesztő, módosító műveleteket be szoktuk mutatni. A megtörés utasításnak a rövidítése az MG, azaz megtör. Gépeljük be a parancsorba, majd nyomjunk egy Entert. Azt kéri tőlünk az AutoCAD, hogy válasszunk objektumot. Nagyon fontos, hogy most, amikor megütjük a rajzelemet egy adott pontban a kijelölő dobozzal, egyben megmondjuk neki azt is, hogy melyik legyen az első megtörési pont. Itt fogom, ebbe a pontba fogom megütni, kijelölni a vonalrajzelemet. Klikkelek az egér bal gombjával. Ezután megadhatjuk a második töréspontot, azt a pontot, aminél fogva ki szeretnénk törni a szakaszt az első ponttól. Használjuk erre a tárgyasztel szomszédos funkcióját. Ekkor bármelyik pontját meg tudjuk fogni az egyenesnek. Most ide klikkelek, és végül látható, hogy a kijelölési pont és a másodjára megadott pont közötti szakaszt törte ki az AutoCAD. Sokszor viszont arra van szükségünk, hogy az első pontot is pontosan tudjuk megadni, hiszen egérrel nem lehet precízen pontra állni rajzi segítség nélkül. Most visszavonom ezt az utasítást, és még egyszer gépeljük be a megtörés parancsot. Alapvetően ugye a megtörés az két pontot kíván, tehát két pontban töri meg az egyenest. MG, Enter. Megint csak ki kell jelölnünk az objektumot, klikkeljünk rá egy tetszőleges helyen, és most figyeljünk oda, a parancsolban azt mondja, hogy első pont. Ez azt jelenti, hogy most fölülírhatjuk a kijelölési pontot, kiválasztjuk, hogy első pont, Shift jobb egérgomb, szomszédos, innen szeretnék menni, itt meg tudom adni a kitörés első pontját, majd a felező pontig. Erre is a tárgyasztal segítségével tudok ráállni. Klikkelek, és nem csodát, kitörtük a szakaszt az egyenesből. Most már teljesen kontrolláltuk a folyamatot. A két pontban való megtörés párja az egy pontban való megtörés, amikor valóban csak megtörjük az egyenest, nem pedig kitörünk belőle egy szakaszt. Ezt is bemutatom. Ezt most kivételesen, grafikusan fogom kiadni a felületről. Az ilyen megtörés módosító parancsokat a kezdőlap panel módosítás panelján lehet megtalálni. Klikkeljünk a módosítás feliratra, a lefelé mutató nyíl mutatja, hogy itt még számos utasítás ikonja rejlik. Látható, hogy itt van a megtörés két pont között, és most válasszuk ki a megtörés pontban funkciót. Klikkeljünk rá, kiválasszuk az objektumot, majd megadjuk ennek a felező pontját, és be fog zárulni az utasítás. Megtörte, lehet látni vizuálisan, az egyenest két része pontotta maga az utasítás. Hogyan lehetne ezeket a rajzelemeket újra egyesíteni? Erre van az egyesítés utasítás. Megint menjünk a módosítás panelra, és itt alul az egymás fele mutató nyílas ikonra klikkeljünk, ez az egyesítés parancs. Meg kell adnunk az első forrás objektumot, majd utána megadjuk az összes többit, ugye itt három szakaszt adtam meg, ezek egy egyenesbe esnek, ez nagyon fontos kritérium, és üssünk egy Entert. Látható, hogy újra egy egyenesről van szó, az AutoCAD a szakaszokat egyesítette. A megtörés természetesen ívek, körívek esetében is működik. Rajzolok most egy körívet, és kiadom a megtörés utasítást.
nagyon figyeljünk megint oda, hogy hogyan adjuk meg, milyen sorrendben adjuk meg a kijelölési pontokat. Most ide klikkelek a kijelölő dobozzal, ez az első pont, és az óra mutató járásával megegyezően fogok klikkelni egy másik tetszőleges pontra, Shift jobbegélgomb, szomszéd, itt erre a pontra fogok nagyjából klikkelni, és megmarad az a rész, amelyet a két pont összefog. Visszavonom, és nézzük meg ugyanezt még egyszer, hogy MG, megadjuk az első kijelölési pontot, most ebbe az irányba jövök, tehát az óra mutató járásával ellentétesen, és most nem azt adtuk meg, hogy mi legyen az a szakasz, ami megmaradjon, hanem azt, hogy mit törjön ki. Tehát a megadási sorrend fontos az AutoCAD-ben. Végül pedig nézzük meg a szétvetés funkciót. Rajzoljunk most egy sokszöget. Adjuk meg az oldalak számát, ami legyen 8. A középpontját. Beleírt kör legyen Enter. Majd rögzítjük magát a sokszöget. Ha rámegyek, lehet látni, hogy ez egy vonallánc, hiszen minden egyes szegmens kijelölődik a kijelöléskor. Ha leveszem a kijelölést, és rámegyek a módosítás panel szétvetés funkciójára, ráklikkelek, a kijelölő dobozzal megadom az egész sokszöget, majd amikor Enterrel befejezem a kijelölést, akkor azt láthatom, hogy az egyes oldalak, szegmensek már különálló vonal, rajz elemből állnak, azaz szétvetettük a sokszöget, erre való a szétvetés funkció. Ugye vonalláncoknál is sokszor szükség lehet erre, hiszen nem tudjuk feltétlenül szerkeszteni az egyes szegmenseket. Ilyenkor rámegyek, szétvetem, és innentől kezdve már különálló vonalakból épül föl az előbbi rajzelem. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a megtörés parancssal ki tudunk törni egy rajzelembe egy adott darabkát, vagy egy pontban meg tudjuk azt törni. Az egyesítéssel az egyenes eső szakaszokat össze tudjuk rakni újra, az egy körívre vagy elliptikus ívre eső szakaszokat, ív elemeket is tudjuk egyesíteni vele. A szétvetés funkcióval pedig az összetett rajzelemeket, blokkokat, vonalláncokat tudjuk alapvető rajzelemekre szétszedni, visszavezetni.